Mi magyarok ezzel a címmel indítja el új programsorozatát a Magyarságháza. A Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarokat, magyar közösségeket mutatják be. 53 film készült, ezeket mától kezdik vetíteni az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Az első része egy erdélyi kerekesszékes informatikus lányról szól, és ő is itt van, Tita Nilla vendégeként a stúdióban. Így van, Nyikó Anetta itt van velünk a stúdióban. Szervusz, köszöntelek itt nálunk, és itt van velünk Csibi Krisztina, a Magyarságháza igazgatója. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! És akkor először nézzük meg ezt a, ennek a filmnek a kett csinálóját, a bemutatóját, és akkor utána meg hát kifaggatlak téged, Anetta, erről a vállalkozásról. Nézzük! Nehéz törpének lenni egy óriásoknak szánt világban. Pláne akkor, ha a hülyeséget vesszük óriásnak. Mikor megszülettem, már az első perctől fogva tudták, azt lehetett látni, hogy én soha nem leszek egy olyan személy, aki futni is, mozogni is, fizikai munkát fog tudni végezni. Nem akartam iskolába menni, nem akartam felkelni se. És igen, volt, hogy megfordult a fejembe, hogy ennek nincs értelme így tovább. Akárhogy nézzük, rosszabb volt, mint nekem, de ő volt az, aki optimistább volt nálam, és ezért nagyon tudtam csodálni. Ha egy valaki megmozdul, és azt mondja, hogy én segítek, akkor jönnek többen is. Amikor vezetek, akkor úgy érzem, hogy így el tudok jutni akárhova. És hogy hogyan is élem ezt a nyomorult életem? Úgy, ahogy te, talán sosem. Merészen, nagy szájjal, és nem törődve a hülye sztereotípiákkal. Megfontolandó gondolatokat hallottunk Anettától, és akkor elsőként én hozzád is fordulnék, hogy hogyan kerestek meg téged a Magyarságházától, és miért mondtál igent erre a filmre? Én igazából egy ismerős által lettem beajánlva, mint forgatás alanya, és pont egy olyan időszakom volt, hogy szerettem volna kipróbálni ezt az oldalamat is, hogy tudok akár filmben, akár magamnak megfogalmazni a film keretén belül olyan gondolatokat, amik nem biztos, hogy addig körvonalazódva voltak. És most utólag, amikor megnézed a filmet, akkor úgy érzed, hogy ez sikerült? Mi az, amit meg tudtál magadnak fogalmazni? Hát nekem ez meglepetés lesz, mert még én sem láttam a filmet. Ja, értem, hogy neked is meglepetés. De így a bemutató, a filmnek a bemutatójából kiindulva szerintem érdekes tapasztalat lesz visszahallani a gondolataimat, a mondataimat, meg egyáltalán látni magamat egy nagy filmvásznon. Mit gondolsz egyébként arról, hogy te így kiálltál a világ elé, és megmutattad magad, és elmondtad a legbensőbb gondolataidat, hogy ezzel példát mutatsz, erőt adsz másoknak, akik küzdenek nehézségekkel az életben? Én igazából eddig is foglalkoztam ilyesmivel, vagy eddig is magaménak éreztem azt, hogy kiálljak egy bizonyos közösség, jelen esetben a fogyatékkal élő közösség érdekeiért. Az, hogy ez most egy fokkal nagyobb lépés, mint amit eddig csináltam, az szerintem igen, és elősegíti ezt az egész folyamatot, amit én magamnak célul kitűztem, hogy még nagyobb körbe tudjam eljuttatni ezeket az apró üzeneteket, vagy bátorító mondatokat, gondolatokat. És Csibi Krisztinához fordulok, ugye 17 országban 53 film készült el, egy hatalmas vállalkozás, nem csak Európában forogtak ezek a mozik, hanem a tengeren túlon is. Milyen alapgondolat hívta életre, ugye a Mi magyarok a sorozat címe? 2020-ban készült a film megzöme, és az volt a célunk ezzel a sorozattal, hogy bemutassuk, hogy 100 évvel a trianoni békediktátum után hányféle is a magyar szerte a nagyvilágban. Így több mint 100 alkotóval, több mint 250 résztvevővel, főszereplővel, közösséggel készült el ez a
az 53 film. És ugye nagyon színesek a szereplők. Ugye itt van Anett, aki informatikus és slammer, erről majd mindjárt szeretnélek téged kérdezni, de hát itt van rockzenekar, szépségkirálynő, nagyon színes. Így van. Sebészorvos, cipész, házmester, hegylakó, nagyon-nagyon színes, és ez szándékos természetesen, hogy hányfélék is vagyunk. Ez is mutatja, hogy ilyen sokfélék vagyunk, mi magyarok, milyen színes egyéniségek. És akkor Anetta, mesélnél nekünk erről, hogy informatikus és slammer, ugye az informatikus az egy abszolút racionális szakma, a másik viszont egy, hát ugye egyfajta költői pálya, ennek is lehet mondani. Hogyan jött ez a kettő az életedbe? Mindig ilyen kétségon mozogtam. Igazából mindig meghatározta az életem a reáltudományok is, meg ugyanúgy bennem volt ez a művészeti vonal is. Sajnos slam poetry-vel az utóbbi egy évben kevésbé foglalkoztam. Igazából a slamjeim azok tapasztalatokra épülnek, és ezért nem vagyok egy termékeny alkotó, viszont ami szövegem megvan, az mind tapasztalatokból van kialakítva. Emellett pedig inkább jelen esetben inkább a zenével foglalkozok, inkább arra van a fókusz helyezve jelen esetben az életemben. És hát a programozás, mint szakma, mint eléggé kőbevésett tudományág, vagy ilyen nagyon kézzelfogható dolog, valahogy azt szoktam mondani, hogy a kettő megadja nekem az egyensúlyt, hogy ne szálljak el teljesen művészlélek irányba, meg teljesen ez a kocka irány se legyen. Ilyen nagyon egyensúlyt ad. Ugye a sorozat címe az, hogy Mi magyarok, ugye te vagy az első bemutatandó filmnek a főszereplője. Számodra a magyarság az mit jelent? Sokat. Igazából nem biztos, hogy ezt szavakkal ki tudom fejezni, hogy mit jelent a magyarság. Azt a közösséget, azt az összetartozást, ami körülvesz. És igazából erdélyiként szerintem egy olyan erő, egy olyan biztonság, hogy nem vagyok egyedül kisebbségként, és rásegít a fogyatékkal élő társadalom is erre az érzésre, hogy tényleg nem vagyok egyedül, mert több olyan közösség is körülvesz, akik nagy támaszt, meg nagy erőt tudnak nyújtani. Említetted, hogy szeretnéd ezeket az üzeneteket, amiket te megfogalmaztál, vagy amik neked segítettek eljuttatni másoknak is. Mik a terveid ezzel kapcsolatban a jövőre nézve? Kihasználni minden lehetőséget, ami az utamba kerül. Az elmúlt egy évben például egy könyvem is lassan körvonalazódott, elkészült, még nem véglegesen, de folyamatban van, és ezeket az apró lehetőségeket mind megragadni és élni velük. Mi kívánunk neked nagyon sok sikert ehhez a vállalkozáshoz, és köszönjük, hogy itt voltatok. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönjük.